Március 16-án összeült Kistarcsa város önkormányzatának operatív bizottsága, hogy meghozzák azokat a döntéseket, amelyekre szükség van a COVID-19 vírus terjedésének lassítása, megelőzése céljából. Döntéseikben igyekeztek összhangban lenni az országos előírásokkal, a felsőbb szintű döntésekkel, jogszabályokkal, rendeletekkel. A kormány döntésének értelmében a Simándi József általános iskola bezárásra került, ügyeletet azon gyermekek számára biztosítanak, kit valamelyik szülője egyedül nevel, vagy szülei közfeladatot látnak el a mostani helyzet kapcsán. Az oktatás távoktatási rendszerben működik, jelenleg elsősorban a Kréta rendszeren keresztül, de a pedagógusok javasolják Google e-mail cím létrehozását, hogy a Google Classroom felületén keresztül is lehetőség legyen a távoktatásra. Azon gyermekek, akiknek családjában nincs megfelelő technikai eszköz, szociális helyzetük miatt, jelentkezzenek a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központnál. Kistarcsa város önkormányzatának döntése értelmében a Tölgyfa és a Gesztenyés óvoda bezárásra került. Ügyeletet azon gyermekek számára biztosítanak szerdától, március 18-ától, kit valamelyik szülője egyedül nevel, vagy a szülei közfeladatot látnak el a mostani helyzet kapcsán. Elhelyezésük kis csoportokban történik, egy felnőtt és maximum 4 gyermek tartózkodik egy helyiségben. Az óvoda fertőtlenítése folyamatosan zajlik. A családi napközik bezárásait is elrendelte az önkormányzat, hasonló ügyeleti rendszert javasolnak, mint az óvodában és iskolában. A Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ jelenleg közel 70 idős embert lát el. Velük a kapcsolatfelvétel már elindult. Azon 60 év feletti lakosok, akiknek nincs a közelben hozzátartozójuk, vagy akinek tudomása van ilyen szeméről, bármilyen bevásárlás, beszerzés kapcsán keresse fel akár a hivatalt, akár az alapszolgáltatási központot, telefonon vagy e-mailben. Kistarcsa város közétkeztetési konyháján a jelenlegi szociális étkeztetésben résztvevő 60 év feletti lakosoknak házhoz szállítják a napi menüt, ahogy eddig is. Az ügyeletben ellátottak és a dolgozók továbbra is étkeztetésben részesülnek. A konyhával folyamatban van az egyeztetés, hogy biztosítható legyen az előfizethető napi menü, és azon 60 év felettiek, akik erre előfizetnek, azoknak is házhoz szállítják. Az előfizetés módjáról a hivatal vagy az alapszolgáltatási központ ad tájékoztatást. Azoknak, akik nem a súlyos veszélyeztetett csoportba tartoznak, a konyha az eddigi kisablakos átadóponton adja át a megrendelt ételt. Azon lakosoknak, akik otthoni karanténba kerülnek, szintén biztosítja az önkormányzat azokat a lehetőségeket, mint a 60 év felettieknek. A játszóterek, köztéri kondipark lezárásra kerültek. A város közterületeinek napi fertőtlenítését megkezdik. Önkormányzati intézmények dolgozói akár home office-ban, akár intézményi bezárás esetén kényszerülnek otthonukba, a fizetésüket az önkormányzat biztosítja. Kötelező szabadságra egyelőre nem kerül sor. Az önkormányzat munkatársai forgó rendszerben és kis létszámban lesznek jelen a hivatalban és az intézményekben. Határozatlan időre bezárták a Kistarcsai uszodát, a sportcsarnokot és a csigaházat is. Kistarcsa város lakossága friss információkért keresse az önkormányzatot és az intézményeit azok elérhetőségein.